Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívlak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Ugye én szoktam, hát olyan gazdasági oldalon híreket nézni, meg néha, ugye olyan oldalakon is nézek híreket, ahol, ugye engem sose érdekelt a bulvár hírek, olyan híreket szoktam nézni, hogy ami igazából hatással lehet ránk. Tehát kikre? Hát mi ránk, magyarokra. Tehát ami különösebb hatással nem bír ránk, azt nem nézegetem. Tehát most a bulvár az semmilyen hatással nincs az országra, meg a népre, úgyhogy azt tuti nem nézem. Tehát ezért mondjuk érdekel valamilyen szinten ilyen háborús dolgok, hogyha valami kirobban, azokat ugye meg szoktam nézni, meg szoktam nézni, hogy hogy állnak a fejlemények. De időnként a hülyeségeket tudnak mondani, írni újságírók, hogy valami brutál. És ugye nekem van egy olyan képességem, hogy átlátom, hogy mi az igaz, mi a nem. Ezt úgy látom át, hogy ha nem látnám át, akkor kapok rá információt, hogy ez most igaz, nem igaz. Tehát egyszer meg tudom kérdezni, hogy az információ igaz vagy nem igaz. Kitől kérdezem meg? Hát az Istenemtől. Tehát ami azt jelenti, hogy nekem van saját bejáratú Istenem, neked is van, csak nem tudsz róla. Én legalább tudok. Tehát ebben különbözünk, hogy a legtöbb embernek fogalma nincs arról, hogy neki van saját Istene. Én ezt régóta tudom. És akkor megkérdezem, és választ kapok rá, hogy igaz vagy nem igaz, és még sose volt olyan, hogy valami hamis adatot kaptam volna. És akkor így bármit olvasok, mondjuk híreket, akkor abból le tudom szűrni, hogy ha magam nem tudom, akkor a válasz alapján, hogy a manóba lehet ekkora hülyeségeket összeírni. Na, a lényeg az, hogy azt látom, hogy rendesen próbálják, ugye ezt már régen látom, rendesen próbálják manipulálni a lakosságot, nyilván a többséget tudják, mondhatni azt, hogy a túlnyomó többséget tudják, a kisebbséget nem tudják. Egyébként mindenkinek azt javasolnám, hogy csak olyan híreket olvasson, ami hatással van ránk, illetve hallgasson. Ami nincs hatással ránk, vagy nem lehet hatással ránk, az mi a manónak. Tehát azt, hogy most, hogy mit tudom én, történt egy buszbaleset valahol a világ másik felén, vagy akár a szomszéd országban, most az hatással van ránk, vagy nincs? Hát nincs. Értitek? Tehát, mit tudom én, most meghalt akár egy vonatbalesetben 200 ember, csak most mondtam valamit, az igazából valahol a világban, az igazából nincs hatással ránk. Értitek? Tehát, mit tudom én, mondjuk a cunami elsöpört valamilyen szigetet, akkor ez nincs hatással ránk. Érted? Tehát miért mondom ezeket? Mert a hangulatodra hatással van a rossz hír, de igazából más hatást nem kelt. Érted? Tehát az emberek érdeklődnek a rossz hírek iránt, és akkor így meg lehetne kérdezni, hogy minek érdeklődsz a rossz hírek iránt? Tehát ami nincs hatással, tehát a hírekben, amiket te hallasz, annak a 90 akárhány százaléka az gyakorlatilag nincs hatással rád, nincs hatással ránk, és nem is lesz hatással.
Na most, és az emberek mindenféle hírekre érdeklődnek, mert hát ugye miért érdeklődnek? Mert ők azt gondolják, hogy ezáltal ők nyitottak. Tehát a rossz hírekre a rossz hangulatú ember nyitott. Egy jó hangulatú ember az a rossz hírekre nem nyitott. Csak akkor nyitott bármilyen rossz hírre, hogyha az hatással lehet ránk, vagy hatással van ránk. És jó, ez most, amit most elmondtam, ez egyébként egy tanítás is. Miért? Mert azáltal, hogy te rossz híreket hallgatsz, nézel, stb. Olvasol, stb. Olyanokat, ami gyakorlatilag hatással nem lehet rád, nem is lesz. Ez azt jelenti, hogy egy, felesleges időráfordítás, kettő, hagyod, hogy manipuláljanak. Tehát az, hogyha egy rossz hír bármilyen szinten érzelmileg hat rád, akkor attól a pillanattól fogva manipulált vagy. Érted? Tehát egy rossz hír hatással van rád, akkor te nem tudod azt, pedig tudnod kellene, hogy már be is manipuláltak. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ha érzelmileg hatás, negatív hatást gyakorol rád, már pedig a hírek 98%-a az az emberekre nem pozitív hatást gyakorol, hanem negatívat, ugye ezt ugye talán tudjátok is. Tehát most a jó hír az, hogy mit tudom én, született egy panda az állatkertben, csak most mondtam valamit, nincs ilyen hír, csak mondjuk vagy egy kis oroszlán az állatkertben, és akkor mi van? Ez a jó hír. Szóval az összes többi, tehát a jó hírt általában elhallgatják, nehogy véletlenül jó hangulatot csináljanak neked, a rossz hírt azt nem hallgatják el, és mondom, ha egy kicsit is azt érzed, hogy érzelmileg hatott rád. Tehát mit jelent az, hogy érzelmileg hatott rád? Mit tudom én, elkezded sajnálni a résztvevőket. Érted? Elkezdesz velük együtt érezni. Elkezdesz beleképzelni magadat az ő helyzetükbe. Stb. Stb. Attól a pillanattól fogva, érted? Vagy elkezdesz félni, vagy elkezdesz olyanokat mondani, hogy jaj, de jó, hogy nem velünk történt, stb. Stb. Érted? Már be vagy manipulálva. Az azt jelenti, hogy előtte, mielőtt a hírt olvastad volna, vagy hallottad volna, még jó hangulatban voltál, viszonylag, tehát most az a jó hangulat hozzád képest jó hangulat, de abban a pillanatban, mint hagyod, hogy egy hír manipuláljon, tehát érzelmileg hasonl rád, negatívan természetesen, abban a pillanatban már a hangulatod rosszabb hangulatban van. És onnantól kezdve a rosszabb hangulatban van a hangulatod, már is képtelenebb vagy a teremtésre, sőt, fáradtabbnak fogod érezni magadat, lustábbnak fogod magadat érezni. Álmosabbnak fogod magadat érezni. Satöbbi, satöbbi. Tehát, és egyéb negatív hatást kelt benned az, hogy lejjebb vitte mondjuk egy hír a hangulatodat. Tehát ezért mondjuk, ha megfigyeled esetleg, hogyha mondjuk elkezdesz egy olyan műsort nézni, ahol mondjuk nevettetnek téged, és tényleg nevetsz is, abban nem fogsz elámosodni, nem tudom, észrevetted-e. De ha untatnak téged, akkor elámosodsz. Ha rossz hírekkel tömnek tele, akkor is elámosodsz. Érted? Tehát
ugye nagyon érdekes, ez hihetetlennek tűnik, hogy miért csinálják azt, hogy szándékosan elrontsák a hangulatodat. Tehát ez hihetetlennek tűnik, hogy ezt szándékosan csinálják, hogy elrontsák a hangulatodat. Tehát ha esetleg te még nem vettél részt olyan kísérletben, hogy mit tudom én, beültetnek egy monitor elé, és valami gép képes arra, hogy azt vizsgálja, hogy te mit látsz a monitoron. Tehát mondjuk, ha fölvillan egy kép, akkor mit látsz meg először? Oké? Tehát vannak ilyen kísérletek, én ilyen kísérletben részt vettem, azért mert a kisebbik fiam az egy nyári munkán, még mikor középiskolás volt, egy nyári munkán egy ilyen cégnek a munkatársa volt egy pár hónapig, ugye nyári szünetben, egy-két hónapig, és ilyen kísérleteket kellett nekik végezniük géppel. Tehát beültették az embert egy ilyen székbe, és gépek figyelték, vizsgálták azt, hogy mit tudom, olyan felvillan egy kép egy monitoron, akkor mire nézel hirtelen, tehát első pillanatban. Tehát vizsgálják azt, hogy ugye mit, hogyan kell megjeleníteni. Tehát ebben én ugye arra kapott pénzt, hogy hány ilyen embert csinálja meg ezt a kísérletet, ezért beívta az összes családtagot, rokonokat is beívta természetesen, hogy ugye minél több fejpénzt kapjon. Engem is behívott természetesen, engem nem tudtak megvizsgálni érdekes módon, tehát ami azt jelenti, hogy nálam nem működött. A főnök se tudta, hogy miért, de nálam nem működött. Mindenkinél működött, de nálam nem. Szóval lényeg az, hogy, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem vagytok tisztában azzal, hogy mit csinálnak az emberekkel. Tehát ugye ez elvileg egy reklám cég volt, amely azt vizsgálja, és hogy ugye a reklámokat hogy kell megcsinálni ahhoz, hogy minél hatékonyabb legyen egy reklám. Na most, ha gondold végig, a reklámoknál csinálnak ilyeneket, akkor gondolod, hogy a híreknél nem csinálnak ilyeneket? Gondolod, hogy a filmeknél, vagy akár dokumentumfilmeknél nem csinálnak ilyeneket? Hát dehogy nem. Szóval lényeg az, hogy már egy olyan világban vagyunk, hogy nem csak úgy megcsinálnak egy filmet, vagy megcsinálnak egy dokumentumfilmet, vagy egy videót, érted? Hanem úgy csinálják meg, hogy minél jobban manipulálja a nézőközönséget. Tehát most mondok példát, hogyha te bármibe, amit nézel a tévén, vagy akár a laptopon, vagy egy monitoron, érted, nézel valamilyen műsort, és beleéled magad egy kicsit is, onnantól kezdve elvesztél, mert manipulált vagy. Érted? Már is bemanipuláltak. Ha egy kicsit is azonosulsz a főhőssel, egy kicsit is izgulsz a filmben lévő történések miatt, kész, már be vagy manipulálva. És ezt tudatosan úgy csinálják, hogy manipulálják. Ez nem mese, ez tény. Oké? Tehát mondom én, nekem részem volt ilyenben, ahol láttam, hogy csinálják ezeket. Jó? Tehát lényeg az, hogy miért csinálják ezt. Hihetetlennek tűnik a legtöbb ember számára, hogy miért csinálják. Hát mi érdekük van benne? Hát nagyon egyszerű. Tehát ugye van egy céljuk, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy a társadalomban lévő emberek, ugye a társadalom az emberekből áll, a társadalomban lévő emberek, tehát mondhatjuk, hogy a társadalom
hangulatát lecsökkentsék. Tehát a társadalom hangulatát úgy csökkentik le, hogy az emberek hangulatát lecsökkentik. Tehát minél több ember hangulatát lecsökkentsék. Ma erre megint azt mondanád, hogy mi érdekük van ebben. Na most onnantól kezdve, ha egy minél rosszabb hangulatú egy ember, annál inkább nem tudja, hogy mit kezdjen az életével. Még azt se tudja, hogy mit kezdjen aznap. Mihez kezdjen aznap. Ezáltal meg tudják neki mondani, hogy mit csináljon. Érted? Mihez kezdjen? Egy jó hangulatú ember az pontosan tudja, hogy mihez kezdjen az életével, és pontosan tudja, hogy mit fog csinálni aznap. És mit fog csinálni a következő nap, majd az utána következő nap. És minél rosszabb hangulatú egy ember, annál inkább tehetetlen, és annál inkább nem tudja, hogy mit kezdjen magával. És ha nem tudja, hogy mit kezdjen magával egy ember, akkor meg kell annak mondani. És ha első szóra nem csinálja azt, akkor addig mondják, míg nem csinálja azt. Ezért például mondjuk valaki odaül egy tévé elé, akkor mit tudom, ott ül egy átlag magyar valami 8 órát néz tévét, vagy 10-et, nem is tudom, naponta. Most gondold végig, az alatt hány reklámot lát? És hányszor látja ugyanazt a reklámot? Sőt, olyan is van, hogy egy reklámblokkban, főnézettségidőben kétszer leadják ugyanazt a reklámot. Oké? Egy reklámblokk. Én régen nem volt ilyen. Már ezt is csinálják. Szóval lényeg az, hogy a rossz hangulatú ember lehet, hogy azonnal nem teszi azt, amit mondanak neki, de addig mondják, míg nem teszi azt. Oké? Tehát, és miért akarják így, ilyen szinten irányítani az embereket? Hát mert fogyasztói társadalom van. Tehát fogyasztói társadalom. Ez a fő cél, hogy a fogyasztói társadalomban te lehetőleg többet költs, mint amennyi a bevételed. Nem tudom, világosan. Tehát többet költs, mint a tiszta bevételed. Lehetőleg akár sokkal többet költs, mint a tiszta bevételed. Oké? Ez a fő. Ez a fő. Másik, akármilyen hihetetlen. Arra manipulálnak, hogy te minél rövidebb életű legyél. Tehát magyarul arra, hogy megbetegedj, beteges legyél, minél tartósabban legyél beteg, és minél hamarabb földobd a talpadat. Ha megint ezt valaki nem hiszi, hogy ez így van, akkor elmagyaráznám, jó? Hogy miért van ez így. Tehát ez régen nem volt így. Miért? Mert szükség volt az emberi munkaerőre. Már közel nincs olyan szükség az emberi munkaerőre, mint régen. Ráadásul sokkal többen vagyunk. Tehát sokkal többen vagyunk, mint régen. Tehát körülbelül ugyanannyi munkaerőre lenne szükség, mint mondjuk ezelőtt 40 évvel, de azóta háromszor annyian vagyunk a bolygón. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy az embereknek alibi munkákat kell létrehozni. Az alibi munka az meg nem termelő munka, az nem hoz hasznot. Értitek? Az nem hoz hasznot. Ez azt jelenti, hogy pénzt viszel. És egy fogyasztói társadalomban, ahol minden profitorientált, ott a profitot csökkenti, ha olyan munkahelyeket kell létrehozni, ami nem hoz hasznot. Tehát most gondold végig, itt van az államaparátus.
az a magyar államapparátus az körülbelül egy olyan 150 ezer emberrel működne. Ehelyett van benne 700 ezer ember. Érted? Az azt jelenti, hogy 550 ezer, tehát a 150 ezer munkáját azt szétosztják 700 ezer felé. Érted? Röhely, de ez nem csak nálunk van így, máshol is. Na most, azokat az alibi munkásokat, akik dolgoznak, csak vagy semmi értelme a munkájuknak, vagy nagyon keveset dolgoznak a 8 órából. Oké? Tehát úgy dolgoznak, hogy más is hozzáférjen. Mondok példát, jó? A fiam éppen beszámolt róla a minap, egyébként ő könyvelő, kisebbik fiam, arról, hogy fölvettek olyan alkalmazottakat, akik állami szférából jöttek. Mindent el kellett küldeni, mert egyik se szeretett dolgozni. Jó? Na most, mondok én is példát. Amikor alkalmazottakat foglalkoztattam, akkor mindig, amikor állami szférából fölvettem embereket, utána el kellett küldeni, mert nem akartak dolgozni. Oké? Miért? Mert az állami szférában megszokták azt, hogy többet nem dolgoznak, mint amennyit dolgoznak. Világos? Hát most gondold végig. Régen az STK tele volt betegekkel. A Covid óta best STK-t panganak, és neked 6 hónapra, 1 évre adnak időpontot. Akkor meg sorba lehetett ülni. Világos ez? Gondold végig. És ez nem csak az STK-kkal van így, mindenütt. Tehát gondold végig, mit tudom én, meg lehetne azt csinálni, tehát vannak alibi munkák a cégeknél. Ilyen alibi munkák a bérszámfejtés, állam kötelezi a cégeket. A bérszámfejtés. Ilyen a könyvelés. Tudod, hogy vannak olyan országok, ahol nem kell könyvelni, hanem megnézik, hogy mennyi egy cégnek a bevétele. És annak alapján kiszabják az adót. Érted? Vagy vannak olyan országok, akik úgy szabják ki az adót, hogy nem nézik, hogy egy cégnek mennyi a bevétele. Még az se. Hanem azt csinálják, hogy fogják, és azt mondják, hogy minden cég ennyi adót fizessen. Világos ez? És képzeljétek el, az ilyen országokban sokkal több a cég, a bejelentett cég arányaiban, mint azokban az országokban, ahol ilyen bonyolult könyveléseket kell csinálni, mint nálunk. Oké? Tehát ha ezt nem hiszed, hogy így van, nézz utána, én ezt tudom, hogy így van, mert ezt is megtapasztaltam. Én saját magam. Oké? Szóval lényeg az, hogy azért miért tudtam ezeket a dolgokat megtapasztalni. Hát azért gondoljátok végig, én azért 87-ben kezdtem el vállalkozni. 93-tól van saját cége. 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként. 14 cég alapításban. Oké? Sőt, külföldi céget is létrehoztam. Hát ezért tudom. Már nyilván már csak két cégnek vagyok a tulajdonosa, de ez így volt. Szóval, az átlagnál sokkal többet tapasztaltam, és sokkal jobban átlátom a dolgokat, mint az átlag emberek. Tehát én azt szeretném, hogy te is jobban átlásd. Tehát gondold végig, hogyha azt teszed, amit elvárnak tőled a mai világban, akkor várhatóan soha nem leszel szabad, soha. Soha nem lesz elég anyagid, tehát elég bevételed,
Oké? Tehát ne abból indulj ki, hogy mennyi a bevételed és mennyit költesz, hanem az, abból indulj ki, hogy mennyi marad. Oké? Mert lehet valakinek sok bevétele, ha még annál is több a kiadása. Oké? Tehát mindig azt kell nézni, hogy mennyi marad. Havi szinten természetesen. Mennyi az, ami megmarad. Hogy jusson is, meg maradjon is. Tehát a költések után mennyi marad. Tehát, hogy még egyszer, hogyha nem figyelsz magadra, és hagyod magadat, hogy sodrodj, és hagyod magadat manipulálni a média által, akár a környezeted által, környezetedben lévő jó akarók által, akik teljesen tudatlanságból jó akarók, érted? Tehát nem azért, hogy veled kiszúrjanak, nem azért adnak neked rossz tanácsokat, hanem azért, mert tudatlanok, és azért adnak rossz tanácsokat. És ők is be vannak manipulálva. Oké? Tehát ha hagyod magad, hogy befolyásoljanak, akkor még egyszer, soha nem leszel szabad, soha nem lesz annyi jövedelmed, amennyi elég, tehát jut is, marad is, és ami nagyon fontos, rövid lesz az életed. Oké? Tehát gondoskodnak arról, hogy rövid legyen az életed. Tehát gondoskodnak arról, hogy semminek ne nézz utána, és minél hamarabb a szervezeted tönkre menjen. Érted? Hát csak gondold végig, a lakosság vajon hány százaléka él valamilyen szintű önpusztító életmódot? A nagyobbik része. Na most, nehogy valaki azt higgye, hogy a valamilyen szintű önpusztító életmódnak nincs következménye. És azért végeznek önpusztító életmódot, mert arra manipulálták, hogy csinálják. Most, hogy ki manipulálta? A barátja? Vagy a média? Az most ebből a szempontból tök mindegy. Érted? Tehát gondold végig, egy példát mondok. A nők ezelőtt, 50 évvel semmilyen önpusztító életmódot nem folytattak. Jó? Sőt, inkább úgy mondanám, hogy már 50 évvel csinálták, mert már volt, aki dohányzott nőként. Jó, akkor mondjuk menjünk vissza 100 évet. 100 évvel ezelőtt a nők semmilyen önpusztító életmódot nem folytattak. A férfiak folytattak, mert akkor is ittak alkoholt, és volt, akik dohányoztak is. Vagy mind a kettőt, vagy az egyiket a kettőből. Ennyi volt az önpusztító életmód. Oké? A nők semmit nem dohányoztak, nem ittak. Nem volt olyan a nők számára, hogy önpusztító életmód 100 évvel ezelőtt. 100 évvel ezelőtt a 20-as években kezdték el a nőket bevonni az önpusztító életmódba. Elkezdték bemanipulálni az önpusztító életmódba. Azóta egyre több nő önpusztító életmódot is folytat. Oké? Na most, tehát a férfiak azok csinálták, hát a férfiak mióta világ alkoholizálnak, meg ugye mióta Amerikát felfedezték, és onnan bejött a dohány, azóta dohányoznak is. Előtte nem csinálták. Na most, de ahhoz képest, tudod, mi a legönpusztítóbb életmód? Az idegeskedés.
és elérik, hogy az emberek idegeskedjenek. A legtöbb ember nem is sejti, hogy azért idegeskedik. Most kivesszük az ilyen önpusztító életmódot, kivesszük a manipulációt, jó? Ezeket ne vegyük figyelembe. És a aki, tehát hogyha ezt kivesszük, tudod miért idegeskednek? Mert nem pihenik ki magukat. Mert nem tudják kipihenni magukat. Oké? És ez úgy működik, hogy aki nem pihenni ki magát, az ideges lesz, feszült lesz. Ez tökéletesen látni az embereknél. Minden embernél, aki nem pihenni ki magát, ideges lesz. És hogy ki miért nem piheni ki magát, ez most részletkérdés. Csak föl kellene fedezni. Tehát önpusztító életmód az is, hogy nem pihened ki magad. Az részletkérdés, hogy miért. Tehát mondok példát. Mondjuk egy három műszakban dolgozó. Soha nem fogja kipihenni magát. Egy éjszakai műszakban dolgozó. Soha nem fogja magát kipihenni. Oké? Akkor egy olyan, aki éberalvó, soha nem fogja magát kipihenni. Nem tud mélyen aludni. Oké? És idegesebb lesz, mint ami lehetne. És akkor egy kis információ ezzel kapcsolatban, jó? Magammal kapcsolatban. Mikor én születtem, akkor volt 3 hónap szülési szabadság. Slussz, utána az anyának menni kellett dolgozni. Oké? Vagy ha nem ment, hát akkor nem volt bevétele. Az én édesanyámnak menni kellett, mert amikor én megszülettem rá 3 hónapra, apám bevonult katonának. Tehát ami azt jelenti, hogy pont egy időben esett úgy körülbelül a katonai bevonulása, meg hogy anyámnak el kellett menni dolgozni. És onnantól kezdve egy katonának nem volt bevétele. Tehát nem hivatásos katonának ment, hanem sorállománynak. Tehát nem küldött haza egy vasat se. Hát a zsold az semmire nem volt elég. Tudom, mert mi is kaptunk zsoldot, de hát semmire nem volt elég. Szóval, ezáltal anyámnak el kellett menni dolgozni. Ki vigyázott rá? Szomszédasszony. És gondolod, hogy egy idegen az rendre szoktat egy gyereket? Nem. Mi a rend? Csak hogy tiszta és világos legyen. Az a rend, hogy 3 órás ciklus. Ott kezdődik a 3 órás ciklus, hogy 6, 9, 12 órákat mondom. 3, 6, 9. Utána végig alussz a reggel 6-ig. Oké? És megint folytatódik a ciklus tovább. Ezt jelenti. És ha? Milyen ciklus ez? Étkezési ciklus. Tehát 3 óránként étkezés. Majd, ugye, mikor a gyerek már kicsit nagyobb, akkor már lehet 6 órás ciklus bevezetni. Oké? Vagy 4 órás ciklust. De ciklus. Az azt jelenti, hogy nálam nem volt ilyen. Nem volt ciklus. Semmilyen. Oké? Tehát elmentem óvodába, tudod, mit utáltam a legjobban az óvodába? Hogy aludni kell. Miért? Mert nem voltam hozzászokatva, senki nem szokatott hozzá, hogy ebéd után alvas. Oké? Ezáltal én az egész gyerekkoromat úgy éltem meg, hogy reggel, mikor fölkeltem, bármikor, én fáradtabb voltam, mint mikor este lefeküdtem.
Mindig így volt. Akkor is, ha hétvége volt, mondjuk vasárnap, és nem kellett menni sehova. Mert ugye régen, mikor én gyerek voltam, akkor még szombaton, az munkanap volt. Tehát a szombatról nem beszélhetek, csak a vasárnapról. És hiába vasárnap többet aludtam, akár kialudhattam volna magamat, akkor is fáradtabb voltam, mint mikor lefeküdtem. Tehát igazából én 50 valahány éven keresztül nem aludtam ki magam. Úgy Isten igazából. Tudod miért? Mert ezáltal, hogy nem szoktattak hozzá ilyen ciklushoz, ezáltal éberebb alvó voltam, mint azok, akik hozzá voltak szoktatva a ciklushoz. Az azt jelenti, hogy simán fölébredtem zajokra. Simán. És zajok azok szoktak lenni. Mit tudom, ugat a kutya, fölébred az ember. Elmegy egy autó, fölébred az ember. Valaki, mit tudom, elmegy a járdán, a házunk az ott volt, járda közelben, fölébred az ember. Érted? Ugye az embernek van egy mély alvása, amiben ki tudja magát pihenni. Én sose tudtam igazából. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy néha volt mély alvásom, csak nem annyi, mint kellett volna. Világos ez? Ezáltal ugye mit eredményezett? Hát azt, hogy így-úgy föl tudtam magamat idegesíteni. Tehát egy ember nem piheni ki magát, akkor ez azt jelenti, hogy gyorsan ideges lesz. Tehát ha esetleg te gyorsan fölidegesíted magadat valamire, tök mindegy mire, akkor gondold végig, hogy vajon mennyire pihened ki magad. Ezt ezelőtt egy pár évvel, tudom én, talán 5, 6, 7, 8, valahogy így, nem tudom pontosan, megoldottam ezt a kérdést. Hogy ne ébredjek föl a zajokra. Azóta ki tudom magam pihenni. Azóta végig tudom aludni úgy az éjszakát, hogy nem ébredek föl. Ezáltal sokkal nyugodtabb vagyok azóta. Oké? Jó, ez csak egy dolog, a pihenés. A másik ugye a manipulálásnak a hagyása. Ezt sose. Ennek mindig ura voltam, nem hagytam magam manipulálni. Akkor a harmadik az, amit szándékosan csinálnak. Tehát mit? Mondjuk az élelmiszerekbe belerakott olyan dolgok, aminek annak nincs ott a helye. Oké? Tehát mi olyan kajákat szoktunk enni, amit mi csinálunk. Sőt, most már kenyeret is olyat eszünk, amit mi csinálunk. Miért? Az elmúlt időszakban megfigyeltem, hogy megpirítasz egy boltban vásárolt kenyeret, és büdös. Próbáld ki, ha nem hiszed. Tehát egy pirított kenyér az jó illatú. Világ életemben, ha egy normális kenyeret megpirítottunk, az jó illatú, és nem büdös. Na most gondold végig, ha egy pirított kenyér büdös, mi a francot rakhatnak bele? Mit? Hogy valami olyan dolgok is vannak benne, amiben, ami nem kellene, hogy büdös legyen, azt tuti. Illetve ami büdös lesz, az tuti. Mert a kenyérnek nem kellene, hogy büdös legyen. Azóta, ugye mióta kenyeret csinálunk, azóta megpirítjuk a kenyeret, és az jó illata van. Tehát olyan, mint mikor a kenyér sül, olyan jó illata. Tehát, és ez egy alap dolog, mert a magyar étrend része, én úgy gondolom, a kenyér. Ugye
átlagosan több kenyeret eszünk, mint általában népek. És de ezt is próbálják lebeszélni erről a magyart, hogy ne egyen kenyeret, természetesen. Oké? És akkor ugye megnézed, sok ember már nem készít élelmiszert, nem főz, vagy süt, hanem vesz készételt. Hát nem félkészt, készételt. Van, akik félkészt vesznek, van, akik készételt. Na most hoznak neked egy készételt. Le van írva, mi van benne? Egy készételben sincs. Még a félkészbe, olyan mirelitben talán el tudod olvasni, hogy miből készült. De amit készételként kihoznak hozzád, én még nem láttam olyat, hogy leírták volna, hogy mi van benne. Az emberek nem foglalkoznak velük, megeszik a szemetet, érted? Honnan tudod, hogy egy készételben nem raknak bele bogarat? Miért? Mert az EU támogatja azokat a cégeket, amelyek bogarat is beleraknak az élelmiszerbe. Nem vicc. Erre volt pályázat. És csinálnak készételeket, vagy akár kenyeret. Honnan tudod, mit raknak bele? Fogja és bele darál bogarat, érted? De meg megeszed. Oké? Tehát, csak mondanám, ha a társadalom úgy étkezne, mint mi, akkor az összes vendéglátó, az összes kiszállító, az tönkre menne. Pár hét alatt. Ha Magyarországon az emberek úgy fogyasztanának italokat, mint ahogy mi, akkor az összes ital vendéglátó az így-úgy tönkre menne. Ha az emberek úgy fogyasztanak alkoholt, ahogy mi, akkor az összes alkoholgyártó az tönkre menne. Oké? A borászok is mind. Egytől egyig. Akkor, ha úgy fogyasztanának dohánycikket, ahogy mi, akkor az összes tönkre menne. Érted? Kávét, ahogy én, nem fogyasztok kávét, ahogy én fogyasztok kávét, akkor az összes kávétermelő tönkre menne. Érted? Nem csak Magyarországon, a világon így lenne. Tehát gyakorlatilag tehát ha megnézem, én sose dohányoztam. Sőt, olyan barátom se volt, aki dohányzott. Én sose alkoholizáltam. Ami azt jelenti, hogy néha-néha ittam valamennyit, régen már az se, csak max, mikor ilyen megfázósos időszak van, akkor lefekvés előtt egy két kortyot vagy egyet. Nem is volt alkoholista barátom sose. Vagy alkoholizáló barátom se volt sose. Érted? Sose. Tehát én ezeket az embereket elkerültem nagy évbe. Az alkoholizálókat is, a dohányosokat is. De miért? Hát gondold végig. Én hallottam az életemben sok embertől azt, hogy minek élünk, ha még ez sem lehet, vagy azt sem lehet csinálni. Hát basszus kulcs. Az az élet értelme, hogy az ember alkoholt iszik, vagy füves cigit szív. Vagy az az élet értelme, hogy mit tudom én mondjuk, dohányzik, és kifizet egy családa, mit tudom én, 200 ezer forintot, vagy 150 ezer forintot csak dohánytermékekre. Érted? Egy hónapban. Ez az élet értelme? Hát ha valaki azt gondolja, hogy ez az élet értelme, akkor valami nagyon csökkent agyú.
De mi az élet értelme? Hát azért tudni kellene egy embernek akár milyen, hogy miért van itt ezen a bolygón. Hogy nem kéne tudni? Hát ha te azt gondolod, hogy az evolúció véget vagy itt, akkor elég buta vagy, nem tudok mit mondani. És lehet, hogy most megsértődsz ezzel, hogy lebutáztalak. De hát az nem az én problémám, hanem a tiéd. Nem az evolúció miatt vagyunk itt. Közünk nincs az evolúcióhoz. Az ember, tudod, mennyit változott itt az elmúlt mondjuk 4000 évben? Kicsit magasabb lett. De az is beavatkozás hatására, nem magától. Tehát a mai emberiség átlagosabb, magasabb, sőt, ha megnézed, mit tudom én, 50 év alatt jóval magasabb lett az emberiség. Legalábbis Magyarországon ezt látni. Ebben van egyfajta evolúció, egy kis tanítást belerakok. Tehát az a gyerek növi túl a szüleit, aki túl akarja nőni valamilyen oknál fogva. Ez azt jelenti, hogyha a szülő vagy szülők valamilyen szinten, tehát a gyerek azt, azt érezte, hogy ő több akar lenni, mint a szülei. Ő nagyobb akar lenni, mint a szülei. Érted? Ezért növi túl a gyerek. Tehát valamilyen oknál fogva. Ez lehet akár tudatlanságból származó elnyomás is. És annak következtében a gyerek túl akar nőni a szüleit. Ha nem tetszett a szüleinek a működése, vagy egyik szüleinek a működése, akkor több akar lenni, nagyobb akar lenni a szülőinél. Világos ez? És nagyobb is lesz. De ez nem evolúció, és köze nincs az evolúcióhoz. Tehát azért kezdett el az elmúlt 50 évben nagyon nagy mértékben nőni a fiatal generáció, az egyre fiatalabb és fiatalabb generáció, ezáltal ugye a társadalom. Mert tudatlanság véget a szülők baromi rossz minták. És gyerekként a gyerek több akar lenni, mint a szüleje. Mert a szüleje számára rossz minta. Világos ez? Ez van. Ez bizony kemény felismerés, aki magára veszi. Jó? Tehát én egy centivel sem lettem alacsonyabb, egy centivel sem lettem magasabb, mint édesapám. Mert nem is akartam sose több lenni nálam. Világos ez? Pont ugyanolyan centi lettem. Na ez is ritkaság, gondold végig. Ugyanígy egy nő. Vannak olyan nők, akik apjukon, anyjukon túlnőnek. És akkor kitalálják, hogy ki lehetett ilyen magas a családban. Érted? Biztos onnan örökölte. Nem. El kellett gondolkodni, hogy a gyerek miért akart rajta túlnőni. És ez nem serdülőkor. Nagy tévedésben élsz. Ez gyerekkor, kiskor. Oké? Tehát gondold végig, lehet, hogy elfelejtetted, én nem. Én nem felejtettem el a gyerekkoromat, mert jó gyerekkorom volt. Azt felejti el a gyerekkorát, akinek nem elég jó gyerekkora volt. És én emlékszem arra, hogy mik jártak a fejembe gyerekkorban. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, hogy el kellene gondolkodni saját magadon, hogy vajon te olyan életet élsz,
amire büszke lehetsz? Én megmondom őszintén, igen. Te? És most nem azokat kérdezem, akik itt tanulnak, hanem azokat, akik nem. Nem kellene olyan életet élni, hogy büszke legyél magadra? Tehát a nagy semmi élet, a nulla élet, ami ugyanolyan, mint másoké, abban miben tudsz büszke lenni? Miben? Hát ha az ember büszke arra, amit az életében letesz, érted? Idézőben, hogy szokták mondani, az asztalra. Mert itt nem feltétlenül az asztalra kell letenni. Hát az azt jelenti, hogy az ember magára büszke lehet. Mint régen, emlékszel. Tehát még tanultuk is. Ugye a férfiak, tudom én, büszke vitézek. Fölvették azt az egyenruhát, és büszkén lovagoltak, érted? Ők voltak valaki. Most te ki vagy? Mire tudsz büszke lenni? Mire? Kiölték az emberekből azt, hogy olyan életet éljenek, hogy valamire legalább büszkék legyenek, érted? És mit tudom én, megszületik valakinek egy gyerek, és akkor azt mondja, hogy büszke a gyerekére. Ah, 30 év múlva is büszke lesz erre? Jó kérdés, nem? Tehát olyan dologra kell büszkének lenni, amire tudod, hogy most is tudsz büszke lenni rá, meg 40 év múlva is, érted? És hol, mit tudsz elérni? Olyan tevékenységet, olyan területet. Mert az egy tevékenység, az nem tevékenység, hogy nevelsz egy gyereket, mert mindenkinek, aki gyereke van, általában nevel gyereket. Jó, rosszul, de nevel. Tehát az, hogy gyereket neveljen az ember, az bárki meg tudja csinálni. Én is főneveltem kettőt a feleségemmel. Főneveltünk. De nem arra vagyok büszke. Más is fölnevelt. Lehet, hogy jobban, mint mi, lehet, hogy rosszabbul, általában rosszabbul, mindegy. De nem arra kell büszke, főleg egy férfinak, nem arra kell büszke lenni. De a mai világban, mit tudom én, nagyapám büszke lehetett arra, hogy 8 gyereket felnevelt, érted? 9-et. Nem is 8-et. Csak a 9. Az egy húsvétkor túllocsolták, azt atyátja gyulladást kapott, úgy megfázott. Felnőttként már. Ilyen, mit tudom én, 18 éves lányként, vagy 19 éves lányként. Oké? Na ez mindegy, ez egy dolog. De akkor is felnevelt 9 gyereket, érted? Az nem 2, nem is 3. Azért 9 gyereket felnevelni, az sokkal nagyobb erőfeszítés, mint egyet. Nem? Az én szüleim egy gyereket neveltek föl, engem. Susz. De legalább ők vállalkoztak, érted? Mikor, onnantól, mikor én voltam majd 12 éves, onnantól elkezdtek vállalkozni. És láttam, hogy megérte, hogy vállalkozták, minden tekintetben vállalkoztak. Minden tekintetben. Tehát itt miért gondolod az, hogy ez az átlag léha élet, érted? Ez az életünk értelme. Miért? Most gondold végig, mindenki, aki ezt gondolja,
ez a többség, 99,9% jelenleg, azt gondolja, hogy ez az élet értelme, ez az átlag léha élet, majd valahogy megöregszünk, milyen jó lesz, majd nyugdíjat is kapunk, ha elérjük azt a kort. Hányszor mondják az emberek azt, hogy ha megérem, majd ez lesz, ha megérem, majd az. Soha nem hallottatok tőlem ilyet, és soha nem mondtam ki ezt a mondatot, magamra nézve, hogy majd megérem, ha megérem. Oké? Jó, tehát, de az emberek kimondják, a nagy többség. Hát nem, fogalma nincs, hogy mi az életének az értelme. Hát basszus kulcs, gondold végig. Hova tart ez a világ? Ha az emberek nem kapnak észbe, hogy rossz irányba haladunk, és egyre rosszabb és rosszabb lesz, akkor egyre rosszabb és rosszabb lesz. Nem kellene tenni valamit, hogy jobb legyen? Majd gondolod, hogy a magyar Péter majd fog tenni érte, hogy jobb legyen? Vagy az Orbán Viktor? Vagy a Gyurcsán? Vagy bármelyik? Neked kell tenni azért, hogy neked jobb legyen, és a sok ember tesz saját magáért, meg a családjáért, akkor megváltozik a világ. Ezt kellene átlátni. Nem mástól kell várni, hogy változzon a világ. A változást te idézed elő magad számára, senki más. Ha jobb világot akarsz, akkor mindnyájunknak jobbá kell válni. És akkor lesz egy jobb világunk. Érted? És aki nem akar egy jobb világot, az pusztuljon meg. Szó szerint. De azért, hogy jobb világ legyen, azért tennünk kell. Magától nem lesz jobb világ. Világos ez? És nem keveset kell tenni, hanem igenis nagyon sokat. Elsősorban magadért kell tenned. És tudod, mi a legnagyobb feladat? Legyőzni magadat. Legyőzni a idézőjelbe kísértéseket. Hát gondold végig. Fölvettél életedbe szokásokat. Rossz szokásokat. Az egy rossz szokás például annak, aki kávézik, aki alkoholizál, aki dohányzik, aki nem főz, hanem vesz mindenféle szemetet. Érted? Ez rossz szokás. Hadd lesoroljam tovább a rossz szokásokat. Hogy leszokj egy rossz szokásról, na az harc. Magaddal. Nem mással. Más örülne neki, hogy leszoknál a rossz szokásaidról. Magaddal kell megharcolnod. Vagy más rossz szokás. Szeret lustákodni. Vagy nem lustákodni szeret. Szeret szórakozni, nyilván pénzt költve szórakozni. Hát természetesen. A manapság, hogy lehet úgy szórakozni, hogy az ember nem költ pénzt. Nagyon kevés olyan lehetőség van, amivel úgy szórakozhatsz, hogy nem pénzt, nem költesz pénzt. Hát erről szól a társadalom, hogyha te szórakozni akarsz, akkor minél több pénzt költse le. Így van kialakítva. Hát gondold végig, anno, annak idején, mikor én legény voltam, az nem most volt. Volt 2200 forintos fizetésem ezóta, amikor elmentem tánciskolába. Négyszer voltam tánciskolába egy héten, tehát kétszer-két napot. Két tánctanárnő volt, és én voltam mind a kettőnél. És volt egy diszkó szombaton,
És ott is ott voltam. És mindennek volt belépődíja. Oké? Utána a haverokkal mentünk, onnan nem messze a tánciskolától volt egy ilyen bár, ott ettünk sült krumplit. Oké? És legfeljebb ittunk hozzá egy üdítőt. Tehát költöttünk. Úgy, hogy a 2200 forintnak az 50%-át, az 1100 forintot leadtam a szüleimnek. Az igen. 1100 forintból ezt meg tudtam csinálni. Érted, hogy minden héten 5 alkalommal mentem tánciskolába. Abból egy diszkó volt. Ugyanott a tánciskola helyszín. Érted? És ezt megtehettem a fizetésemnek a feléből. Nem is raktam félre egy vasacset, persze. Oké? Sőt, akkor már volt autóm még, és arra is volt, hogy még tankoljak is. Érted? Ebből. Na, akkor kérdezném, melyik volt a jobb világ? És abban az időszakban, azt mondja, 81 februártól, úgy körülbelül, 82 augusztusáig, míg be nem vonultam, az másfél év. Másfél év alatt én ezt fest csináltam. Oké? És akkor vasárnap még, ugye autóval valóval is mentünk. És ez így működött. És ezt 1100 forintból ezt meg lehetett finanszírozni. Kicsit többet ért a pénzünk, csak azt mondanám. Mert kicsit kedvezőbbek voltak az árak, mint most. Mert akkor az még nem profitorientált időszak volt. Oké? Nem mindenki a bevételekből meg akart gazdagodni. Még nem volt ilyen. Most minden úgy van kikalkulálva, hogy akik létrehoznak valamit, abból meg akarnak gazdagodni. Érted? És persze, hogy nem tudják az emberek finanszírozni. Hát minden profitorientált. Akkor semmi nem volt profitorientált. Nem is gazdagodtak meg belőle az emberek, hanem csak éltek. Apámék is vállalkoztak, nem gazdagodtak meg belőle, csak az átlagnál kicsit jobban éltek. Érted? Tehát ott max az volt, hogyha valakinek volt valamilyen olyan üzlete, amit mások megvették, annak a szolgáltatását, vagy a termékét, akkor az azt jelenti, hogy nem meggazdagodtak belőle, hanem egy kicsit jobban éltek, mint a többiek. Mint azok, akik csak alkalmazott voltak, azokhoz képest. Most mindenki, aki vállalkozik, meg akar a vállalkozásából gazdagodni. Persze, hogy nem tudod megfizetni a szolgáltatásaikat, meg a termékeiket. Tehát gondold végig, ha nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen, hol lesz jobb világ? Mitől? És mit tehetünk azért, hogy jobb világ legyen? Megvan a megoldás. Tudatosodni kell. És erre minden lehetőség, minden feltétel itt össze van állítva. Ha hiszed, ha nem. Ha te nem hiszed, azt mondod, hogy túl szép, hogy igaz legyen. 94 óta működik a Tanoda 2000 Kft. 90, meg tudod nézni, ott van fönn az interneten. Tulajdonunkban van. 94 óta, érted? A Hunor Trade ZRT 96 óta működik. Hát, ha egy cég ennyi ideje működik, és elértünk ezekkel a cégekkel 3 piacvezetői pozíciót, mert a negyedik piacvezetői pozíciót, tehát az elsőt, azt még a előző cégemmel értem el, amit eladtunk. De az már PPH-s volt egyébként.
csak eladtuk azt a céget, mert akkor még több tulajdonos volt, és akkor közösen eladtuk, én is abból létrehoztam a saját, teljesen saját céget. Szóval nem is ez a lényeg. Hát akkor egy cég, ha az átverésre épül, akkor nem marad fönn eddig. Ha egy cég az átverésre épül, akkor nem tud elérni 3 piacvezetői pozíciót, érted? Tehát itt most cégekről beszélek, nem a szervezetünkről, a PPA-ról. Tehát gondold végig. Akkor nem lennénk most piacvezetők, akkor nem lennénk több százan egy képzésen élőben a Lourdes-ban, vagy az interneten több ezren, érted? Ha átvágnánk az embereket. Gondold végig, a tudás révén és a hozzáadott lehetőségek révén te meg tudod változtatni az életedet pozitív értelemben. És mindenki meg tudja változtatni az életét pozitív értelemben, ha meg akarja. Ha ragaszkodik a szokásaihoz, nem fog megváltozni semmi. Tehát például ilyen javaslataink vannak. Vegyél részt minden képzésünkön élőben. Vegyél részt azokon a képzéseken, ahol összegyűlnek az emberek. Például legalább havonta egyszer. A nagy rendezvényünkön vegyél részt. Ha van lehetőséged, gyere el személyesen legalább hetente egyszer, de inkább kétszer. Mai világban azért csinálunk két rendezvényt, régen, ha hetente csak egy olyan rendezvényt csináltunk, ahova lehet jönni. Most csinálunk hetente kettőt, mert az embereket elviszi az élet. Már nem elég a heti egy, heti kettő. Még a 90-es években, meg a 2000-es évek elején elég volt a heti egy. Mert a világ nem vitte el az embereket olyan mértékben, mint most. Most kell a heti kettő. Ha töltődni akarsz, gyere! Ha azt akarod, hogy legyen ide energiád, gyere, vegyél részt. Ne otthon ülj, otthon ülhetsz eleget. Azt mondjuk, hogy hetente kétszer, 4 órát tölts velünk. Ha a szemináriumunk van, akkor azon a héten tölts velünk mennyit? 84, 12-t. Oké, nem 4-et. És meg fog változni az életed pozitív irányba. Mert elkezdesz tenni magadért. Elkezdesz tenni magadért. Tehát ne arra várj, hogy magától majd megváltozik az életed, jobbá válik. De hogy válik jobbá? Itt lehetőséget biztosítunk arra, hogy szabad életet eredményező jövedelem szerző lehetőséget is kapsz grátisba. A képzéseink nem a díjmentes, hanem a második rész, az élet és emberismerethez kapcsolódó, az élet és emberjobbító, tehát ember és életjobbító képzéseink, coach képzéseink, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító képzéseink értéke havi szinten, illetve mennyisége havi szinten átlag 30 óra. Érték ennek a 30 órának 200.000 forint. Ilyen típusú képzéseket máshol ez alatt nem kapsz meg. Ehhez még ráadásul kapod, ott értékről beszéltem, kapsz egy díjmentesen egy jövedelemszerző lehetőséget. Máshol elmész képzésekre, milyen jövedelemszerző lehetőséget kapsz hozzá grátisba?
elmész 200 ezer forintért havonta mondjuk 30 óra képzésre, milyen jövedelemszerző képzést, vagy szerző lehetőséget, szabad életet eredményező lehetőséget kapsz? Semmilyet, sehol. Oké? És ezt most meg tudod kapni, ezt a 200 ezer forintos értékű képzést, mondjuk 19.700 forintért az első hónapban, a második hónaptól 12.500 forintért. Hol kapsz ennyiért? 3 hónap 600 ezer forint érték. És 44.700 forintért meg tudod kapni. 600 ezer forint értéket. Hát basszus kulcs, ha te nem használod ki, te hülye vagy. Erre azt tudom mondani. Tehát inkább éled a szar életedet, mint hogy változtass. Ha most szar, akkor szarabb lesz, ha nem változtatsz. Érted? Tehát ahhoz, hogy jobb legyen, ez az alap. Jó irányba változtatni kell. Ha valami nem úgy működik, ahogy szeretnéd, akkor jó irányba változtatni kell. És mi tudjuk, hogy merre kell változtatni. Világos ez? Te meg nem. Ami azt jelenti, hogy itt te is fogod tudni. Tehát változtass jó irányba, és ez hozzátartozik, hogy rendszeresen vegyél részt. Élőben, személyesen. Ha távolságra vagy olyan helytől, ahol élő, személyesen részt vehető képzések vannak, akkor vegyél részt élőben a videón, a weboldalunkon keresztül, videón. Ha videón se tudsz élőben, akkor rádión. Alig van internet felhasználása az élő rádióadásnak. Vegyél részt. És kezd már el megváltoztatni az életedet. Itt az ideje. Oké? Hát az emberek nem változtatják meg az életüket jobb irányba, mi lesz ebben a világgal? Ebben a világban szeretett korszaknak kell lennie. És ezt meg kell csinálnunk. Ezt egyébként a mi szervezetünkön kívül vannak, akik törekednek erre, csak nem tudják megcsinálni. Nincs hozzá módszerük. Mi nekünk van. Oké? Nincs hozzá tapasztalatuk. Mi nekünk van. Úgyhogy várlak benneteket szeretettel, hogyha egy olyan közösségbe szeretnél lenni, ami tudja, mit akart, és tudja, hova tart. Létre kell hozni a szeretett korszakot. Korszakot alkotunk. Nincs több korszakalkotó szervezet a bolygón. Világos ez? Egy van. Úgy hívják, hogy PPH. Várunk szeretettel benneteket, csinálunk fél óra szünetet, utána pedig ember és életjobbító coachképzésünk lesz, egészségteremtő coach. Na most gondold végig, egészséggel foglalkozunk, és olyan dolgokról fogunk beszélni, mint amiért kőkemény pénzeket fizetnek emberek mondjuk a germán medicinában. Tehát avval fogunk foglalkozni, hogy a betegségnek mi a lelki oka, és milyen fizikai okon keresztül jut el az ember a lelki okhoz. Ezzel foglalkozunk. Oké, és ha az ember megakadályozza a lelki okokat, akkor nem jön létre a fizikai ok se. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!